Jó reggelt kívánok, 8 óra van, ez a híradó az M1-en, Székely Áron vagyok. Az eukarisztikus kongresszus végeredménye egy tiszta katarzis. Jézus velünk van, reményt ad és értelmet az életnek minden nehézség között. Olyankor is, amikor az egész emberiség problémát, fenyegetést lát, például a környezet pusztulása, a klímaváltozás, a gazdaság működése területén. Erről beszélt az Esztergom budapesti érsek az M1-en. Erdő Péter bíboros azt is elmondta, Ferenc pápa budapesti látogatásán látható volt, hogy az emberek szeretik a Szentatyát, és az egyházfő is nagyon derűsen vett részt a szertartáson. Látszott az is, hogy neki is felszabadult örömet jelentett ez a közös ünneplés. Azt hiszem, hogy fantasztikusan jelen volt, és eleven módon kísérte ezt az egész találkozást. Szemmel láthatóan örült annak, hogy majd két év szünet után ilyen nagyszámú hívő közösséggel találkozhat, és hogy megérzi ennek a közösségnek a szeretetét. Több tévedés, illetve álhír is megjelent a nyugati sajtóban Ferenc pápa magyarországi látogatásáról. Volt olyan orgánum, amelyik szerint a pápa megfedni készült a magyar miniszterelnököt. A BBC azt emelte ki, hogy a katolikus egyházfő az antiszemitizmus veszélyére figyelmeztetett, miközben a tárgyaláson résztvevő miniszterelnök helyettes azt mondta, Ferenc pápa ebben a kérdésben is pont ugyanarról beszélt, amiről ők. A nagymúltú és sokszor hivatkozott New York Times közben a közösségi oldalán azt sem találta el, hogy pontosan hol volt vasárnap a pápa. Ők azt írták, hogy Romániában tett látogatást. Szinte alig szállt le Ferenc pápa repülőgépe Budapesten, vasárnap reggel 7 óra 45 perckor a Reuters már a következő felütéssel tudósított az eseményről. Ferenc pápa vasárnap kora reggel érkezett szokatlanul rövid magyarországi tartózkodására, amelyen a nacionalista és bevándorlás ellenes Orbán Viktor miniszterelnökkel való nézeteltéréseit fogja hangsúlyozni. A világ egyik legnagyobb hírügynöksége úgy írt ilyet a Szentatya magyarországi látogatásáról, hogy ilyenről Ferenc pápa az őt kísérő újságíróknak nem beszélt úton a magyar főváros felé. De a korábban etalonnak tartott brit közszolgálati csatorna, a BBC is megelőlegezte a konfliktust a pápa és a magyar kormányfő között, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán úgy fogalmazott, a független objektív BBC antiszemitizmusos szalag címmel tudósít az eseményről. A BBC magyarországi látogatásán az antiszemitizmusra figyelmeztet a pápa című cikkében kimerítően taglalta a magyar miniszterelnök és Soros György konfliktusát, ám azt csak nagyon röviden említették, hogy a Vatikán és a magyar kormány szerint is szívélyes légkörű volt a Szentatya és Áder János köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes közötti találkozó. Antiszemitizmusról, bevándorlás ellenességről és pápai kritikákról tehát nem volt szó. Erről a találkozó egyik résztvevője, Semmilyen Zsolt beszélt a Kossuth Rádióban hétfő reggel. És a saját buborékukba belelovalták magukat abba, hogy itt ellentét feszültség van Ferenc pápa és a magyar kormány között. És miután ebbe belelovalták magukat, ezért az történt, hogy ebben a szituációban képtelenek voltak a valóságra reflektálni, és a már korábban megírt cikkeket helyezték el. Semmi ilyesmi nem volt, egyébként csak zárójelbe jegyzem meg. A pápa pont arról beszélt, amiről mi. A zsidó-keresztény civilizáció védelme. A liberális The New York Times Facebook oldalán azt sem találta el, hogy pontosan hol volt a pápa vasárnap. Azt írták ugyanis, hogy Romániában. A külgazdasági és külügyminiszter szerint nincs új a nap alatt. A patrióta migrációt elutasító jobboldali magyar kormány támadására a nyugati balliberális médiumok minden alkalmat kihasználnak, így a vasárnapi pápa látogatást is. Mi csak azt tudjuk halkan és szerényen megkérdezni, hogy vajon a Gyurcsány korszakban hány pápa látogatás volt Magyarországon. Nyilván van a válasz az nulla. Az pedig egy más kérdés, hogy az önmagát szakmailag rendkívül felkészültnek, szakértőnek, korrektnek, kikeszthetetlennek tartó amerikai sajtó azért csak összetudta keverni Romániát Magyarországgal, és még a vonatkozó figyelmeztetések ellenére sem sikerült javítani ezt a tévedésüket. A liberális The New York Times volt az az újság, ahol a Soros György által is finanszírozott 444.hu munkatársa Novák Benjamin írt egy angol nyelvű és erősen kormánykritikus elemzést Magyarországról az amerikai labba, amit aztán a 444 is szemlézett magyarul, meg sem említve, hogy Novák Benjamin az ő újságírójuk Budapesten.
Most már biztos, hogy marad a hitelmoratórium, de csak feltételekkel. A pénzügyminiszter egy internetes videóban közölte a részleteket. Fontos, hogy a bentmaradás nem automatikus, de csak a nyugdíjasok, a gyermekes és gyermeket váró szülők, a közfoglalkoztatottak kérhetik a törlesztés felfüggesztését, valamint azok, akiknek csökkent a jövedelme. A vállalkozások közül pedig azok kérhetnek hosszabbítást, amelyeknek legalább 25%-kal csökkent az árbevétele az előző évhez képest. A bennmaradás nem automatikus. Annak érdekében, hogy az érintetteknek legyen kellő ideje nyilatkozni a hitelmoratóriumban maradásról, a hitelmoratóriumot változatlan formában 2021. október 31-ig meghosszabbítjuk mindenki részére. A nemzeti konzultációban a magyar emberek világos választ adtak, a válaszadók 91%-a támogatta a hitelmoratórium meghosszabbítását a rászorulók részére. Heti rekordot ért el a La Manche csatornán keresztül Nagy-Britanniába érkező migránsok száma. Szeptember 3-a és 10-e között csaknem 2000 menedékkérő jutott el az angol partokig. Idén eddig összesen legalább 14.400 migráns érkezett az Egyesült Királyságba. Ez 6000-rel több, mint tavaly egész évben. A La Manche csatornán 2018 vége óta emelkedik azoknak az illegális bevándorlóknak a száma, akik a veszélyek ellenére ezen az útvonalon próbálják meg elérni a brit partokat. Két nő meggyilkolásával gyanúsítanak egy szomáliai menekültet Ausztriában. Az osztrák rendőröket tegnap riasztották egy bécsi lakáshoz. A 28 éves elkövető ittas állapotban elismerte, hogy halálra késelte volt feleségét és jelenlegi barátnőjét. Az áldozatok szintén szomáliaiak voltak. A gyanúsítottat őrizetbe vették. A szomáliai férfi a nyomozók szerint ismert volt a hatóságok előtt, két feljelentést is tettek már ellene, az egyiket szexuális bűncselekmény miatt. Legkevesebb 3 életüket vesztették a nyugat-indiai Gujarat államban, miután villámárvíz söpört végig több városon. Néhány óra alatt ugyanis 33 cm csapadék hullott le a területre. A folyók kiléptek medrükből és elárasztották az alacsonyan fekvő területeket. 1400 embert telepítettek ki. Sokakat az utolsó pillanatban sikerült kimenekíteni otthonukból. Bemutatták az Uránia Filmszínházban a 2021-ben forgatott Kittenberger Kálmánról szóló dokumentumfilmet. A film a legendás vadász és Afrika kutató életében nyújt betekintést. A főszerepben pedig Bodrogi Gyula látható. A tévépremiér október 10-én lesz a Duna csatornán. Bemutatták a Kittenberger Kálmánról szóló dokumentumfilmet az Uránia Filmszínházban. A film a nemzetközileg elismert természettudós vadász kalandokkal teli életéről szól. Főbb szerepeiben Bodrogi Gyula, Tordai Teri és Szabó Sípos Barnabás látható. Egy olyan embert mutattunk be, aki szenvedélyesen szereti a természetet, szereti a gyűjtést, a vadászatot, az állatokat. Tehát egy olyan fajta életérzést mutat, amit érdemes átvenni a többi embernek is. A 2021-ben forgatott filmet az Egy a természettel vadászati és természeti világ kiállítás alkalmában mutatták be. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes elmondta, Kittenberger Kálmán óriásit tett a magyar tudományosságért, kitartása és szorgalma pedig mindenkinek példát mutat. Az ő életművében a fantasztikus az az, hogy ő ezt a vagyont nem örökölte, nem privatizálta, nem az ölébe hullott, hanem verejtékes munkával teremtette meg annak a feltételét, hogy ő elmehessen Afrikába, hogy ő ezeket az útjait végig tudja csinálni, és ez a tehetség, ez a szorgalom, ez a becsület és ez a kitartás mindannyiunknak, bárhol születtünk, mindannyiunknak életpéldát jelenthet. A tévépremiér október 10-én lesz látható a Dunán. Forgalomba áll a MÁV-nál egy toldi grafikával ellátott mozdony. Az utazók nem csak a vonaton, hanem a közmédiában is találkozhatnak a főszereplővel. Az Arany Emlékév kapcsán ugyanis új animációs sorozat dolgozza fel a toldi történetét. A sorozat szeptember 19-től látható minden vasárnap a Dunán. Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója szerint toldi története minden generáció számára tartogat mondani valót.
Fontosnak tartottuk, hogy olyan rajzfilmet készítsünk, ami értékálló és kortalan, és a Toldi animációs sorozat az pontosan egy olyan mű, ami egyébként nem csak időseknek, fiataloknak, hanem mindenkinek szól, tehát a teljes család élvezheti ezt az alkotást.